tényleg tiszta szívvel azt mondtam, amit gondoltam, és rettenetesen fáj nekem az, hogy ennyire mocskos minden. Jó, hogy esik a hó most. Kutyasétáltatásból jöttél. Otthon ki a főnök? A francia buldog vagy te? Figyelj, de a helyzet az az, hogy ez a francia buldog, ez egy közös kutya, mert ez a lányomé tulajdonképpen. Én azt hittem, amikor ő beszerezte ezt a kutyát, hogy 3 évvel ezelőtt, hogy akkor majd biztos előbb-utóbb ez nálam landol. Ez persze még lehet, de nem adja. Nem adja. Csak én, mint nagymama szerepelek, de nagyon szeretem, imádom. Volt, bele vagyok esve. Volt már előtte kutyád egyébként? Nem volt. Tehát ez az első? Ez az első, igen. Sőt, hát az is hozzátartozik. A kutyától így nem féltem, a hangot nem szerettem. A kutya ugatás az valahogy nagyon rosszul hatott rá. Teljesen elmúlt. Uh-huh. Egyébként, ha már a Zsófit, a lányod említetted, igen. Ugye sikeres emberek, vagy közismert emberek gyerekeként általában szokták mondani, hogy nagyon nehéz valamilyen új karrierbe kezdeni, vagy a szülők árnyékában. Ez a Zsófinak mégis sikerült, ha jól tudom, ráadásul majdnem szinte nélküled. Hát tulajdonképpen nélkülem, illetve vagy ellenemben. Nem, az ellenemben ez egy rossz szó. De ő így, őt én egy picikét zavartam, szóval ő soha nem árult el az igazi lépéseit. Akkor, amikor azt meglépte, szerintem. Aha. Aztán persze rögtön igen. Olyasmi volt, aki mindig késztények elé állított? Mondjuk, amikor elkezdte ezt a zenekarral? Például igen. Aha. A kutyával például igen. A zenekarral is. Te magad is eléggé sokszor meglepted a közönséged. Egyrészt felálltál a Heti Hetesből, aztán a Víg Színházból is. Egyébként ezeket megbántad? Nem. Soha. Nem. Ugye az volt, hogy éppen azt ünnepeltük, vagy csirattuk, hogy bezár, hogy abban marad a Heti Hetes, és akkor abban az adásban, amit például elsirattuk, abban egyszer csak jött valaki, közölte, hogy de lesz ez tovább csak az RTL2-n. És akkor én úgy éreztem, hogy ezt nem. Én nekem már itt, én ha valamit elsiratok, eltemetek, nem szeretem kiásni. Amikor ez elindult, meg amikor én ebbe belekerültem, az egy olyan világ volt, amikor a hinni lehetett abban, hogy van értelme annak, hogy az embernek véleménye van. Arról nem is beszél, hogy azt se tudtuk, hogy ez ennyire súlyosan kerül a latba, mint ahogy aztán, amikor ugye szóval szinte politikai erővé vált a Heti Hetes az első Orbán kormány alatt, ami azért nagyon furcsa volt. De azért mindenképpen azt lehetett mondani, hogy egy furcsa vadhajtás a demokráciának, de azért ez demokratikus dolog volt. Persze. És ugye viccelődve, mert mindig viccelődve, politizáltunk. Tényleg tiszta szívvel azt mondtam, amit gondoltam, és rettenetesen fáj nekem az, hogy ennyire mocskos minden. Jó, hogy esik a hó most. Manapság jóval csendesebb vagy. Hát már nem nagyon mondod el a véleményed, pedig ugye rengeteg platform lenne. Nem lenne olyan. Hát a Facebook, vagy akár a közösségi oldalak. Én azt nem bírom. De most képzeld el, hogyha ott elkezdenék politizálni. Meg egyáltalán miről, hogy, ez nem párbeszéd. Hogy valaki elmondja egy vélemény, és akkor jönnek utána az úgynevezett kommentek arc nélkül. Ezt én, vagy legtöbb arc nélkül, vagy nem tudom, hogy ki az, hogy oda is rak egy arcot, bárki lehet, bármi lehet. Nem, nekem nem sem olvasom el, szóval nem olvasom el, a kritikákat sem olvasom el, mert nem érdekel. Engem a közvetlen dolgok érdekelnek, tehát ha kimegyek a színpadra, és akkor én azért nagyjából tudom, hogy az jó vagy rossz, amit csinálok. Nem nagyon van szükségem nekem arra, hogy valaki, aki megnézi, nem is nekem szánja. Tehát ez nem nekem szánja, azoknak szánja, akik jönnek vagy nem jönnek. Akkor piac túrónak olvassam el. Hát csoda ír, hogy Jutka, olvasd el. Aha. De ez nem is nagyon érdekelt soha? Tehát... Soha. Aha. Tehát annak idején, amikor mondjuk a soha sem mondal ismeretlet, nem olvasta, de hogy miket írnak róla. A büdös életben nem érdekel. A dolog ott indult el, amikor főiskolán egyszer írtak róla egy lapot, még az akkori ifjúsági magazinban, nem egy lapot, egy cikket. És akkor ott megvettem az újságot, és akkor megint vártam a zöld lámpát, és elkezdtem nézni, hogy
hogy hát hol van, vagy átlapoztam egyszer, átlapoztam kétszer, átlapoztam háromszor, nem találtam. Benne volt egyébként a cikk, de nem találtam meg. És akkor eldöntöttem ott, amíg átléptem az ebrán, hogyha én nem találom meg azt a cikket, ami engem érdekel, rólam szól, akkor mit jelent ez másnak? Semmit. Aha. És akkor úgy döntöttem, hogy akkor én ezzel a semmivel nem foglalkozom. Hogy onnantól nem olvasol kritikákat. Se, ez nem is kritika volt. Egyébként, igen, szóval nem nagyon. Ha jól tudom, 2006-ban készítettél utoljára lemezt. Uh-huh. Aztán volt egy Kern Andrással is a Kernádi című lemezet. Már nekem a személyes kedvencem, azt hiszem, az 90-es évek vége felé az a levetett blues. A levetett blues az, aha, az akkor volt. Te miért nem énekelsz blues-t? Én azt nagyon szeretem. Jaj, édes vagy. Még a dobosod is lennék. Igen? Jaj, de édes vagy. Ez kedves, ezt megjegyzem. Lehet, hogy egyszer élek is vele. Az nagyon jól áll a hangodnak a blues, vagy egyáltalán az a hangulat. Ezt mondta egyszer valaki régebben, mindegy, erről már lecsúsztunk, gyerek. Miért csúsztál le? Öreg blues énekes. Hát az Ella Fitzgerald még... Jó, hát azért ezt most azért ne. Ella Fitzgerald, jó, rendben van. Majd eljátszom egyszer színpadon, még egy kicsit ráízok. Nem. Ha, de nem is vársz már lemezeket készíteni, vagy? Nincs is lemeznek itt az ideje. Aha. Tehát a lemezek sorsa az most valami más. Tulajdonképpen ugye a gyerekemnek is van lemeze, azt hiszem most már három jelent meg ebben a... Igen. Igen, ebből van kettő, nekem a harmadikat azt nem adta oda. Mert ugye azt mondta, hogy töltsem le a netről, na most ez én vagyok. Na mindegy, de azért meghallgattam, de hát nem tudom így berakni a rádió. Aha. Vagy mi ez? Ez mennyire változtatta meg az életedet, hogy belekerültünk egy digitális korszakba? Ugye mi felnőttünk abban, hogy analóg korszak, hogy... Nézd oda, nekem nem volt soha lemezjátszom otthon. Aha. Úgyhogy ilyen mérhetetlenül nem. Nem, szóval amikor még volt ugye lemez, akkor se nem volt nekem lemezjátszom, mert én nem szerettem a hangokat hallgatni. Mm-hmm. Otthon már inkább a csendben ültél, vagy? Nem tudom, érdekes dolog ez. Vagy csendben, vagy a tévé, de lemez nem. Mm-hmm. Mindenki nem normális. Én így vagyok nem normális. Anyukám mindig rádiót hallgatott, én mondtam, hogy ez borzalmas. Én meg mindig televíziót hallgatok, nem nézem. Mm-hmm. Egy csak hátul, megy a háttérben. Persze. Akkor úgy megvagyok. Akár a színházi szerepek tekintetében, vagy akár a magánéletben mennyire fontos neked a szabadság, vagy inkább az, hogy megmondják, hogy te mit csinálj? No. Itt rendezőben érdekes, gondolom. Érdekes kérdést tettél föl, mert én nagyon szeretem a szabadságot, nagyon szeretem, és a hát kár, hogy nem vagyok angol, az olyan, mint az angol idő tulajdonképpen ez, hogy tényleg milyen kár, hogy nem vagyok angol, de komolyan mondom, na mindegy. Szeretnél vagyok. Angol lenni? Hát mucikám. Jó, hagyjuk. Na, tényleg, ezt hagyjuk. Szóval, jó. Hogy ez tényleg olyan, mint az angol igen. Ez a dolog, hogy ilyen lezárt pillanat, tehát azt lehet mondani, hogy onnantól odáig nagyon szívesen feladom az összes szabadság iránti igényemet, amíg egy próbaidőszak tart. Onnantól ideig én odaadtam magam, és akkor nagyon szívesen odaadom magam, sőt, borzasztóan szeretem, hogy olyankor megmondják, hogy mit csinálják, szeretek ebben hinni. De mi ez az angol? Már beletetted most a magam, ezzel a fülembe. Nem, mert ez ide ott van, de most olyan hülyeségeket mondok biztos, hogy nem, csak hogy... Hogy az angol igeidőben mondják, tudod, hogy innen nézem, és akkor olyan zártam. Mi is az a nem a past continuous, mert pont nem az. A befejezett mód. Igen, befejezett mód. Na. Azt hittem arra érted, hogy bárcsak Angliában élhetnél. Az is benne van. Ez volt a mellékmondatom másik értelme is, az se baj. Nem, Angliában élhetnék, ha angol lehetnék. Akkor angol lehetnék, akkor Angliában élhetnék, és az nem volna rossz. Így nem olyan jó lenne, ha így magyar nyelvvel Angliában élni nekem, aki színész szeretnék lenni még egy kicsit, vagy akartam, vagy mit tudom, az nem jó. De ha angolnak születtem volna, elképzelhető, hogy nem lennék most szomorú. Aha. Most se vagyok az, de... Egy-két ezek szerint legközelebb az angol humorához áll? Azért vagy csak az angol filmek, vagy az... Nem tudom, érdekel, hogy miért pont az... Az angol nyelv az egy olyan nyelv, ami az egész világon használható. Uh-huh. A magyar meg nem. A magyar be vagy zárva ebbe a lukba, és ebbe a lukba kell, és muszáj
alkalmazkodnod, és itt kell elindítani. Ez lehet egy ajándék is. Tehát, hogy nem érted azt, hogyha itt elrontottál valamit ezen a kis helyen, akkor most elköltözöl egy néhány száz vagy ezer kilométerre arrébb, és akkor utána egy másik államban, mint mondjuk Amerikában, újra tudod kezdeni az egész életedet. Mert úgyis ugyanabba futsz bele, mint általában az ember ugyanabba fut bele. Nem tud, nagyon ritkán tud 100%-ban megváltozni, vagy akár 50, vagy akár 80%-ban. Tehát a problémáit ugyanazon az egy helyen kell megoldania. Ezzel szembe kell általában nézni. Itt meg azért ezzel nem is kérdés. Nincs hova menni. Nincs hova menni. Itt vissza tudok menni. Hát ugye? Nem így kellett volna, de érdekes lesz. Én egyszer itt egy nagyot ütköztem. Nem baj. Ugyanis ez egy körforgalom tulajdonképpen, és te megfordultál így a sarkán. Inkább a kezedben szereted a volánt, vagy utas? Hát képzeld el, igen, kezembe tehát szeretem. Inkább te szeretsz vezetni, vagy főnök lenni. De ha egyszer beültem, akkor jó, akkor azt átadtam magam. Akkor ez egy döntésem. Döntésem arra addig az ideig, amíg beültem, és kiszállok. Aha. Látod? Ez tehát magyarul döntés. Most bíztál bennem, hogy jól vezetek. Mi történt volna, ha rosszul? Sem merül bennem ez a dolog. Hát akkor döntöttem már, hogy beülök, úgyhogy tök mindegy. Akkor az van. Például volt ilyen, hogy régebben, ez nem most volt, hogy kölcsön adtam az autómat, és akkor úgy gondoltam, hogy, mert még ilyen régebben volt ilyen, és akkor úgy döntöttem, hogy hát, hogyha összetöri, akkor összetörte, de ezt még előtte eldöntöttem magamban, hogyha ő most összetöri, akkor összetörte, én döntöttem így, tehát elvitte. Szóval ez ennyi. Tehát magyarul nem mérgelődtél volna ezen? Azt nem mondom, hogy nem mérgelődtem volna, de nem, de az én döntésem. Na, és ez sem olyan nagy baj, hogyha az ember tudja, hogy mi az, hogy minden az ő döntése. Szóval az ember a döntéseire felelős. Aha. Ez biztos. Na itt akkor hogy kell megfordulni szabályosan? Hát kezded el erre. Lebal, igen. Lebal, és akkor ott be. Így most jó. Igen. Szóval ez egy rejtett körforgalom, de így van. Rejtett körforgalom. Van ilyen a Kressz könyvben egyébként rejtett körforgalom, ezt te találtad. Te megmondom őszintén, nem nagyon izgat. De ez az.